Filippi levél 4. fejezetében a 6. verset olvasnám. Semmifelől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben, minden alkalommal, hálaadással tárjátok fel a kívánságaitokat Isten előtt. Tehát azt mondja itt Pál apostol, hogy ugye az aggódás meg a félelem, az az ördögnek a hite, erről már beszéltünk, az nem az Istentől van. És azt mondja, hogy semmifelől ne aggódjunk, hanem ezt az aggódást konvertáljuk, alakítsuk át hálaadássá. Miért adjunk hálát? Azért adjunk hálát, hogy már Krisztusban vagyunk. Hogy Jézusban Istennek minden ígérete a mi javunkra igenné és ámenné lett. Hogy Krisztusban Isten mindennel megajándékozott minket, ami az életre és a kegyes életre, az isteni életre való. Hogy mindenre megadta Isten az ellátást Krisztusban. És amikor az aggódás és a félelem helyére behozzuk a hálaadást, akkor ez minket a hitnek az állapotába visz be. Kérdezték tőlem többen, hogy hát mikor adjunk hálát, meg hogy adjunk hálát. Meg hogyan adjunk hálát valami olyanért, ami még nincs meg. Hát majd akkor hálát adok, hogyha meggyógyultam. Majd akkor hálát adok, hogyha meg lesz az, amit kértem. Az Isten igéje teljesen ellentétesen beszél erről. Nem innen kell gombolnunk a kabátot, hogy hiszem, ha látom. Hanem hiszem, és majd látom. Nézzük meg a hitnek a példáját, Ábrahámot. A Római Levél 4. fejezetében a következőt olvassuk. Ábrahám a reménység ellenére, tehát a teljes reménytelen helyzet ellenére, ugyanis már Sára is, és ő is olyan állapotban, olyan korban voltak, hogy nem működött a nemi életük. Tehát a reménység ellenére reménykedve hitte, hogy sok nép atyává lesz, úgy, ahogy megmondta neki Isten, így lesz a te magod. Tehát Isten neked is megmondta, hogy megáldalak, hogy megszabadítalak, hogy az ő sebeiben már meggyógyultatok, hogy elvégeztetett. És Ábrahám rátámaszkodott erre az Isten ígéretre, hogy így lesz a te magod. És utána azt olvassuk, hogy ítében erős volt, nem gondolt az elhalt testére, mint egy 100 esztendős lévén, sem a Sárának az elhalt méhére. Tehát elfordította a gondolatait, arról a látható tényekről, valóságról, információkról, amik mind azt mondták, hogy nem úgy van, ahogy az Isten ígérete mondja. Nem volt gyereke, és nem lehetett. De az Ábrahám nem ezen gondolkodott. És azt mondja tovább, az Isten ígéretében nem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt a hitben, és mit csinált? Dicsőséget adott Istennek. Mikor adott dicsőséget Ábrahám Istennek? Amikor megvolt Izsák? Nem. Már azért dicsérte Istent, amit ő megígért. Az 56. Zsoltárban Dávid, aki a hálaadásnak és a dicséretnek a bajnoka volt, a következőt mondja. 4. versben. Mikor félnem kellene is, én te benned bízom. Tehát átkonvertálta az aggódását az Istenbe vetett bizalomba. És Isten által dicsekedem, az ő igéjével. Elkezdte Isten dicsérni az igéjéért. Istenben bízom, nem félek, ember mit árthatna nekem? Vagy bármi más. És a 11. versben így folytatja. Dicsérem Istent az ő ígéretéért. Dicsérem az Urat az ő ígéretéért. Istenben bízom, nem félek, ember mit árthatna nekem? Tehát Dávid a félelmet és az aggódást hitté konvertálta át, mégpedig úgy, hogy dicsérte Istent azért, ami még nem volt látható, de amiben hit, mert Isten megígérte. Dicsérte Istent az ígéretéért, és az ígéret beteljesült. És megszületett Izsák, és Dávidot Isten minden nehézségéből, minden bajából megszabadította, és Pál ezért mondja, hogy semmifelől ne aggódja, hanem imádságaitokban és könyörgéseitekben hálaadással, előre dicsérve Istent, tárjátok fel, kérjétek el azt,
ami már a tiétek Krisztusban. És utána ez mind meg lesz nektek. Mert hit és békességes tűrés által Isten akaratát cselekedve, tehát dicsérve Istent az ő ígéretért, örököljük az ígéretet.